Hello, hello, sziasztok, srácok! Hát rendesen vissza kell fognom, hogy orrítsak. Mármint amikor így beköszönés van, akkor így legszívesebben így feltartanám a kezem és kiabálnám, hogy jó reggelt, riadtám! De aztán arra gondoltam, hogy lehet, hogy nem kellene a nézőimet megsüketíteni rövid távon, mert a halláskárosodás lehet, hogy befolyásolná a videó nézési szokásait. Ezután csak ilyen bráírása, ja nem azok a vakokban, az összekevert a képer. Legközelebb csak ilyen német filmeket néznétek, a képer meg azzal nagyon nem tud szolgálni. Úgyhogy szépen kultúráltan köszöntem be, belevágunk a lecsóba, megnézzük olyan játék technikai dolgokat, amiket a kommentekbe írtatok. Például Zsolt Sebő, de nyomjuk a karrier, gyerekek, hát megyünk kizébe. Mi ez? Zsilletfalvára vagy Zselonkába? Zselonkába új gazda, nem változtatunk semmit. Azt már csapassuk és neki mér az őrület. Figyelj, ezt a körbevezetést, ezt kikapcsolja a képer vagy ne? Ezt kikapcsolom, nem? Nekem nem körbevezetés. Várjál, mi változik? Semmi más. Jó. Nyomjuk a folytatás, gyerekek, aztán már veretjük is. Azért innen indultam, hogy lássátok, hogy konkrétan hogy kezdem a gameplayt. Meg akarok egy csomó mindenről beszélni. Úristen, ma volt, képzeljétek, hogy a munkahelyemen van egy ilyen új srác, aki kérdezte, hogy én mennyire voltam rossz gyerek az általános iskolában. Hát mondtam neki, hogy annyira voltam rossz, hogy úgy tudod elképzelni a szituációt, hogy a rendőrautó az így rendszeresen járt édesanyám munkahelye és az iskola között, mert bement édesanyámért, és akkor mondta neki, hogy hát Zsuzsi néni velünk kellene jönnie, mert a fia megint csinált valami nagy hülyeséget, ami igazából már olyan szintig fejül, hogy rendőrségi ügy lönne belőle, ha nem lenne mondjuk 8 éves. De erről fogok beszélni, mert ez nagyon érdekes szerintem. Jó gyerekek, egy csomó mindent ki akarok próbálni. Egy dolgot nagyon fontos lenne kipróbálnunk, és hát az esőre nagyon kíváncsi vagyok, meg egy csomó mindenre nagyon kíváncsi vagyok, de haladjunk sorjába, ezt a sztorit elmesélem, mert igazából ez a srác, ez a rokona az iskola igazgatónak, és igazából szerintem nagyon kevés gyerek volt, aki nálam több igazgatóért és osztályfőnöki figyelmeztetést kapott. Az Olá Gyuri volt az igazgató, attól meg olyan pofogokat kaptam, hogy a takony menetet vágott a nyakamra körülbelül. Gyerekek, megint itt vagyunk, és egyébként írta egy srác kommentekre reagálós dologra, hogy a 3090-es, tehát 3090-es RTX-e van, és recceg neki a game, hogy ez mitől lehet. Tehát ezt mondtam neki, hogy nem tudom elképzelni, kíváncsi vagyok, hogy kommentreagáló videóban benne volt neki, de annyira jó kis hangulatos ez a hely, és ott van szembe a bolt. Srácok, legelőször figyeljetek, amiről beszéltünk, hogy lehet, hogy meg kellene nézni, hogy milyen... mi ez? Hoppá, jönnek a munkák, oké, gyerekek, mit kell csinálni? Távolítsd el a gyomokat, itt már csináltunk gyerekek, az nem érdekös. Ez mi ez, mit csinál? A voternek kellene csinálja. Aha, mit kell csinálni? Távolítsd el a köveket. Köveket kell eltávolítani, megmondom őszintén, én ilyet még nem nagyon csináltam a területen. De várunk egy picit, aztán akkor még belevágunk a lecsóba, kipróbálunk valamit, ami nagyon érdekel. Meg igazából Zsolt Sebő kérdezte, meg figyeljetek, ha dolgozzunk akkor addig magunknak, aztán akkor majd beleledülünk itt a folyamatba. De ez a nésilóm, ez az én területem, hát micsoda boldogság van, gyerekek! Jaj, ne haragudjatok, hogy ennyire pörgök, de egyszerűen nagyon imádom most ezt az egész szituációt. Hát azt nem ártam le kultiválni ezt a területet. Nem nézzük meg a területeket, hogy hogy vannak, hogy mit csinálunk? 45-ös terület, hol van itt a izé? Aha, 45-ös, jó. Felszántott, igen. Akkor kellene egy vetőágyat. Készítelünk, csapjuk is neki mind az őrület. Amire kíváncsi lett volna, várjatok, álljunk meg egy szóra. Én ezt lekapcsolom. Zsolt Sebő, és én is nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy a kitiposott terület az hogy működik? Hogy az gyakorlatilag csak grafikai hatása van, vagy bele tudsz borulni, vagy bele tudsz menni ebbe a barázdába, és az fizikailag is hat-e a traktorra. Most én ezt direkt itt letiprom. Nem, gyerekek, szerintem ennek... És akkor meg fogjuk látni, hogy ahol letiportam. Szerintem itt belemész. Látod? Mert itt sokkal simábban megy a kerék, mint ott, ahol még nincsen letaposva. Ó, ez jól néz ki.
Erre nagyon kíváncsi voltam én is, hogy ez csak egy ilyen grafikai feature, vagy pedig hatással van-e a traktorra, a traktor mozgására. Egy kicsit olyan, mint hogyha még mindig a szántott barázdákon billegne. És figyelj ki, tovább, figyelj, elindulunk itt, és tovább megyünk, megnézzük a szántott barázdákon, hogy hogy fog billegni. Itt ennyire. Nem tudom, gyerekek, nem tudom megmondani. Láthatóan szerintem lejjebb kerülünk. Ugye ezt úgy tudnánk kipróbálni, hogyha most hoznánk egy nagyon könnyű gépet. És a nagyon könnyű gép valószínűleg nem ennyire taposná le. Egyébként nem néz ki rosszul. Valószínűleg, hogy ennél mélyebbre nem is lehet nagyon beásnod magad. De majd meg úgyis meg fogjuk tapasztalni, amikor fog esni az eső. Na most csapjuk neki, gyerekek. Oké. Jó. Mindjárt körülnézek, hogy mi van itt ebben. Ó! Ez egy olyan betőgép, amelyik egyből. Ez a gyümölcs nem ültethető augusztusban. Ha! Gyerekek, itt komoly dolgok vannak, várjál már. Mi augusztus van, nézzük meg augusztusban, mit tudnánk vetni. Ugye, aztán jó lenne tudni. Augusztusban vetni, azt konkrétan tudjuk a répcét, ugye? Úgyhogy akkor a répcét szépen kiválasztjuk. Bocsánat, hogy itt ilyen nyögvenyelősen történnek a dolgok, de... Keeper... Van ne benne, 100%, ne vicceljél. Ja, oké. Bocsánat, egy kicsit bele vagyok köveredve. Oké. Azt cseptjük neki. Bár lehet, hogy nem keresztbe kellene, de hát ez jó neki, akkor jó neki. Na, jó. Egy csomó mindent ki akarok próbálni ebben a részben, úgyhogy nem tudom, mennyire lesz hosszú. De ezt a területet akkor már vessük el. Egyébként a kamera is így mozog. Nézzétek, így mocorog, ahogy a gép. Ami nem csak a gép mocorog a földön, hanem a kamera is, mert megnézitek a szegélyét a képnek, így ide-oda, jobbra-balra ingadozik, ami tök jól néz ki egyébként. Ez tetszik, jó. Rettenetesen rosszul csinálom ezt a dolgot. Egyébként. De hát ügye fene. Ja, egyben neki tud melózni, hát ne vicceljél. Oké, srácok, hát felemelem. Lehúzni nem akar. Oh, gyerekek, hogyan csináljuk? A leghülyébb módszeren csinálja a keeper, de jó lesz az, ne aggódjatok. De ez a kéri az energy-t, az a gép, bazze. Kíváncsi lettem volna a GPS-re, de majd kipróbáljuk azt is, nem mindent egyszerre, jó? Na ugye, hogyha hosszal legyomod, most már ugye tud csinálni ilyet. És te szépen megcsinálja. Ezt egyébként ki akarom próbálni, úgyhogy... Várj, valamit szerintem nem jól csináltam. Álljál meg, álljál meg. Ha? Oké. Munka a forgóknál. Működési sebesség, jó, forgók száma, mennyi forgót rakjon. Egyébként itt ilyenkor, ja, azt akartam mondani, hogy változhatna, és változik is, ez rohadt jó. Gépi segítő, és akkor így fogja megcsinálni. Úgy gyerekek, ne haragudjatok, ezt ki kell próbálnom. Ki kell próbálnom, hogy ez mennyire működik jól. Ugye nagyon széthype-oltam gyakorlatilag a professional farmingot, amiért ezt így tök jól csinálta. Visszamegyünk a legelejére, és megnézzük, hogy ezt hogy fogja megcsinálni. Hogy rendesen csinálja a forgókat, középen kezdje, meg minden ilyesmi. Figyeljetek, én nyomok itt neki egy hát. És ilyenkor mit fog csinálni ez? Azt mondjátok, hogy így keresztbe meg... Nem. Jó, ez... Bemegy a föld közepére. Jaj, de jó!
Jaj, de jó! És ugye meg fogja csinálni a közepét, utána meg a forgókat. Gyerekek! Na! Ah. Ezt, jaj, ezt is én annyira vártam, meg annyira, annyira örülök neki, hogy egy ilyen, ilyen mechanikája van ennek. Ugye, szerintem nagyon sokat ad a realizmushoz az, hogy a forgók működnek ugye a szántásnál, a vetésnél, a kultiválásnál és az aratásnál is. Ugye a forgók azok úgy működnek, aki nem nézte, vagy nem ismeri a professional farmingot, vagy néhány nem ismeri a rendes, valós mezőgazdaságot. Ugye úgy működik például, hogy az aratásnál ott mindig úgy csinálják, hogy először megcsinálják körbe a forgókat, és utána aratják le a közepét. És ez azért jó, mert gyakorlatilag tudsz fordulni a föld végén a kombájnán. Ugye megcsinálod körbe, learatják, és utána a közepét leszedik. Ilyenkor, amikor földmunkán végzel, vagy pedig vetsz, akkor meg úgy csinálják, hogy először a föld közepén csinálnak egy ilyen részt, amit ugye most például levetnek, és utána megcsinálják körbe a forgókat. És ezt azért csinálják, mert ilyenkor, amikor kijön a traktor a közep, itt a végére, akkor ugye egy olyan területen tud fordulni, ami még szűz, tehát nincs belevedve, nem tapossa szét. De a legvégén gyakorlatilag azt a területet is ugye le lesz vedve, egy körbe-körbe, ugye meg fogja csinálni, amin most ugye a gép gyakorlatilag fordul. És ez egy nagyon jó rendszer, gyerekek. Hát, ez jól meg van csinálva, ezt imádom. Jó, tudom, igen, modok, meg GPS mod, meg minden, de tök jó, hogy integrálva van. Tök jó, hogy kielégítik az igényeket. Úgyhogy ez tök frankó, nekem ez tetszik. Jó van, gyerekek, ezt is kipróbáltuk, mindenképpen az lesz, hogy... Hát tudom, hogy nem, lehet, hogy nem segítővel kellene kapásból venni, viszont ezt ki akarom próbálni, hogy mennyire jól működik. Nagyon bízom benne, hogy modol térképeken is jól működik, ilyen nagyon-nagyon keszek kusza területeken is jól működik. Tök jó, hogy a forgók számát is be tudod állítani. Ugye a forgók azok azért is jók, hogyha tárep tárgyak vannak mondjuk a föld végében, és látjátok, hogy amikor végigér a gép, akkor úgy fordul meg, hogy a földön marad, hogyha esetleg állítasz rá több forgót, ugye, a forgónak nevezik azt, amikor így körbe, azokat a sávokat, amiket ugye elhagy, akkor gyakorlatilag tényleg meg tudod úgy csinálni, hogy nem is megy le a területről, amit éppen megmunkál. Szóval akármilyen tereptárgy, fák, vagy kövek, vagy sziklák, vagy bármi van a földnek a szélébe, akkor azok nem zavarják ugye a gépet egyáltalán. Nem kell a mesterséges intelligenciának kikerülni, nem fog vele ütközni, nem fognak elakadni. Szóval ez tök jó út is lehet ugye a földnek a végén, amikor jöhetne egy NPC jármű, ami bezavarhatná a traktor, de így meg abszolút teljesen egy steril környezetben tud dolgozni a traktor, és nem zavarja, hogy éppen mi történik körülötte a világban, hanem csak a földön fog működni. De szerintem iszonyatosan jó. Jó, gyerekek, figyeljetek, mit kellene neki csinálni, közben megnézhetnénk a menünek az átlátszóságát kellett volna beállítanom, de szerintem most már nagyon elcsesztem, és nem fogom tudni beállítani, várj, játékbeállítások, általános beállítások, mert szerintem volt egy olyan, hogy a menü, vagy a HUD-nak az átlátszóságát, de én voltam olyan hülye, hogy azt nem állítottam be, várjál, hangerő. Ez meg irányítás lesz. Igen, azt kívül lehetett csak. Ez kívül tudtad, milyen? Csak dollár font, euró van. Jó. Hát ez sajnos. Sajnos hülye voltam. Bocsánat, ezeket mind defaulton hagyom. Nem hiszem, hogy ezeket kellene váltogatni. Mert ugye ilyenkor is dolgozik a traktor, csak tök jó lenne, hogyha menü átlátszó lenne, a HUD átlátszó lenne, és akkor ilyenkor is látnám, hogy éppen mi történik. Jó, viszont nem ezt akartam megnézni, hanem ugye a bérmunkák, amik vannak valami érdekesek, azokat meg kellene nézdőnk. Szállíts fákat a déli fűrészmalomhoz a fizetésért. Ügyelj arra, hogy ne sérüljenek meg, mert az esetleges károkat levonják a fizetésből. Na, ez tök jó. Ezt így kipróbálnám mindenképp. Ó, ezen a területen sok a holt fa. Segíts a tulajdonosnak és vágd ki az összes elhalt fát. Minden fa már meg van jelölve. Ez a következő értékesítés.
értékesítheted a fákat. Ez is tök jó szerintem, ezt is nagyon szívesen kipróbálnám, hogy ilyen bérmunka van. Gyomok, annyira nem érdekelnek. Kopával. Tudom, hogy nem gépi megmunkálás, de ez egy kicsit olyan furán hangzott. Semmisítsd meg bizonyos köveket a területen, és ez basszus, ez egy olyan cuccal van, hogy gyakorlatilag itt szét kell zúzni. Ez is atom jó. Úgy gyerekek, itt olyan bérmunkák lesznek, atya úristen. Figyeljetek, én egy kicsit le is lassítom az időt, mert nagyon érdekel, hogy hogy lesz. Figyeljetek, annyi, hogy ezt itt hagyjuk, jó? Tök jól működik. Bízom benne, hogy... Ja, meg az aratást is elkezdhetnénk. Á, gyerekek, hát nem fog beleférni ez 8 gameplaybe se, részbe se, amikkel csak megismerkedünk ezekkel az új feature-ekkel, és kielvezzük az új dolgokat, gyerekek. Á, nagyon jó. Egyébként írtátok, hogy a keréknyomok azok eltűnnek egy idő után, viszont a bemélyedések a földön azok meg fognak maradni. Tehát azok maximum úgy fognak eltűnni, hogyha ahogy tiprod, akkor hogy változik, és mondjuk vagy pedig eső hatására, vagy ilyesmi mechanikai behatásokra fognak eltűnni, vagy pedig lehet, hogy idővel. Jó, srácok, ezt tök jó csinálja, nagyon örülök neki, viszont nagyon kevés magfogy, én ezt nem nagyon értem, hogy a francba lehet még mindig 99%-ot. Ja, azért, mert valószínűleg, hogy be van állítva, hogy gépi segítőnél, ugye a magot azt megveszi, tehát azért fogy a pénzünk, gondolom. Nem csak ugye a bérleti. Mit csinálsz, testvérem? Mit csinálsz? Így fordulsz? Na most itt mi lesz a fönforgás? Úgy látom, hogy eléggé összetett a mozgása. Ne. Jónak tűnik, gyerekek. Kíváncsi vagyok, mennyit fog hibázni, azért rengeteget fogunk ezzel játszani. Ugyan, alig várom, hogy bérmunkázzunk, gyerekek, csak nagyon kíváncsi vagyok, hogy fog nekiállni a forgóknak, hogy ott is nem fog belekeveredni. Elvileg úgy kell nekiállni a forgóknak, ugye, amikor vetünk, vagy ilyen munkákat végzünk, talajművelési munkákat, hogy belülről kifele. Tehát az a lényeg ennek a forgózásnak, hogy oda nézzetek, milyen szépen fordult, olyan tipikus, nem? Nézzétek ott a... Az a lényege, hogy ugye a már bevetett területre gyakorlatilag nem menjél rá. A már mondjuk megszántott területre már nem menj rá, a megkultivált területre nem menj rá. Az aratásnál meg pont fordítva, hogy a gyakorlatilag legyen helyed a fordulóba, vagy a forgóba megfordulni, anélkül, hogy letaposnád a búzát mondjuk, vagy pedig akármilyen takarmányt, vagy akármilyen gabonát. Ez egy nagyon érdekes művelet, az a baj, a gyerekek, ezt nem akarok tovább ugrani. Ígérem, hogy fogunk mást is csinálni, megyünk bérmunkázni, megyünk érdekes bérmunkákat csinálni, viszont ezt szeretném megnézni, hogy ez hogy fog működni. Nagyon jó, imádom. Ez lehet, hogy ilyen nagyon basicnek tűnik, meg ugye a professional farmingban nagyon szépen meg volt ezt csinálva, viszont én nagyon örülök neki, hogy itt is meg van csinálva. Viszont egy dologra még megint ki fogok térni, de egy csomó mindenre ki akarok térni, csak mindig elfelejtem őket. Na srácok, akkor ez valószínűleg az utolsó sor lesz neki, azt utána megkezdi a forgózást. Én nagyon-nagyon érdekel, hogy majd azokon a mapokon, ahol ilyen nagyon keszek-kusza földek lesznek, ott ez hogy fog működni. Hoppá, szerintem ez neki áll forgózni, gyerekek. Az nagyon jó. Ó, és milyen szépen ügyesen beállt. Attól félek egy nagyon picit, hogy ugye itt ezenek a területnek a szélei, ez egyenesek. És van egy olyan sanda gyanúm, srácok. Aj, egy autómentjelentés nem. Van egy olyan sanda gyanúm, hogy az összes területnek úgy vannak határolva, várjátok, nem ezt akarom nézni. Várjátok, ezt megnézzük. Hát igen, na, ez a forgózás, ez nem így kéne működnie, testvérem. Nem ott kéne megfordulnod, ahol le van már vedve, hanem a kívül kellett volna elmenned. Jó van, oké. Nem mondok semmit. Meg még egy dolog, hibaként én szeretném ezt elmondani, hogy az nekem soha nem tetszett egyik farming szimulátorban se, de még mindig nem oldották meg, hogy ugye ezeket a
különböző barázdákat, mondjuk a vetésnél, ahogy kialakulnak ugye ezek a vetés ágylások, vagy pedig a szántásnál, ezek mindig kizárólag két fajta szögbe tudnak állni. Vagy így, vagy így. És hogyha te nem ebbe a szögbe vetsz, nem ebbe a szögbe mondjuk szántasz, vagy kultiválsz, akkor is ezek a csikok, azok így fognak megjelenni, és ez nekem nagyon nem tetszik. Na hát ez egy itt azért vannak problémák, gyerekek, hát ez lehet, hogy nem így kéne fordulni. Bár ha így fordul, akkor viszont annyi történik, hogy nem megy le a földről. Szerintem lehet, hogy a készítőknek az volt az elsődleges szempont, hogy nem menjen le a földről a gép. Nézzétek, itt tök jól néz ki. Azt nézzétek meg, hogy a csikok területen úgy vannak, ahogy jön a gép, ugye? Hát így kell lennie. Nyilván. Mivel így alakulnak ki ugye ezek a vetés ágyak. De mindjárt meg fogjátok látni, hogy itt is jól fog lenni. Itt is jól fog lenni. Ez egy kicsit körülményesen csinálja. De meg kell hagyni, hogy megcsinálja, úgyhogy az jó. A sárra nagyon kíváncsi vagyok még, mert azt mondták, hogy a sár az nagyon érdekes. Meg még valami nagyon érdekes, azt is meg kell nézni. Gyerekek, ebben a részben csak érdekes dolgokat fog. De tényleg ez számomra is érdekes, és szeretném is megmutatni ezeket a dolgokat. Na itt is ugye tök jó van, mert szépen kialakulnak ugye ezek az ágyások egyenesen. De ha megfigyelitek, itt, ahol valamilyen szögbe kell húznia, azt hiszem, hogy igen, itt, látjátok? És itt meg ilyen félkeresztben vannak. Így húztuk le, ilyes régen, de mégis az ágyások ugye ilyen egymásra 90 fokos szöget tudnak bezárni csak. Ami nem tudom, ezt azért meg lehetne oldani, nem, hogy a gép amerre mozog, arra legyenek ezek így kialakulva. Itt is melekeveredett kicsit, most úgy csinálja. Jó, gyerekek, menjünk bérmunkázni, szerintem eleget láttunk ebből. Mi ez, dolgozók? Aha. Jó, azt is be lehet kattintani, nagyon örülök neki. Na figyeljetek, miket csináljunk? Vannak itt érdekes dolgok, ugye, amiket néztünk az előbb. A favágás az nagyon érdekel, de engem leginkább ami érdekel, ez. Gyerekek. Tárgyak kölcsönzése. Oké, megbízás elfogadása. Oké. És akkor... Ott voltunk, és ott van az a kőtörő. És hova kell menni? Ezt honnan tudom, gyerekek, hogy hova kell menni? Várjál, mert itt vannak... Most megint... Van olyan, hogy mutatja, hogy melyik, van, melyik megbízásunk megy, vagy valami csoda? Nem így. Aha, ott van megbízás. Aha. Kőeltávolítás. Oké. Hát, ilyet még nem csináltam. Abba biztos vagyok. Hányos terület, gyerekek? Vagy nem tudom. 68-as, ugye? 68-asra kell mennem. Jó, én nagyon örülök neki. Egyébként... Mit akartam mondani? Jó, menjünk 68-as területre. Egyefene. Nyomunk egy kövér 9-es gombot. Aztán száguldunk ezzel a vezérgéppel. Annyira egy dolog iszonyatosan jól meg van csinálva, gyerekek, ebbe a Farming Simulator sorozatba. A különböző homlokrakodók és daruknak a működése. Én azt nagyon imádom. Megpróbáljunk elütni. Mennyire tök jó életű a mozgásuk már. Ilyen kis lájtosan mozognak, ilyen kis lazán, nem? Sokkal jobbak az NPC-k, meg ezek a... Hát nem NPC-k, ezek szinte
nem játékos karakterek, nyilván NPC-k, de mégiscsak inkább ilyen töltelék, de tök jól meg vannak csinálva. Jó, gyerekek. Várjátok, meg kéne néznem a traktoromat. Jó, hát megcsinálja okosba ez. Rendben. Nem lesz ez a semmi gond. Megyünk tovább, bán, bocsánat. Ez egy kis kubotával. Ilyet pont rálátok, itt dolgozik mellettem. Előleg. Ott megy. Jó. Ja, és nagyon, nagyon kíváncsi lennék, hogy előznek az autók. Ez nekem nagyon tetszik, hogy előznek az autók. Nem az van, hogy így beállnak 63-an így sorba. Sokkal dinamikusabban közlekednek szerintem. Ugye olyan furcsa volt, hogy ilyen nagyon lassan mennek. Ugye a legelső autót is, amit láttunk az előző részben, az ilyen tök gyorsan haladt. De erre kíváncsi vagyok, hogy de mi az, hogy kőszerés terület, 68-as, megbízás körültávolítás. Ja, értem. És ezzel hogy kell ezt működtetni, vagy mi ez? Hidraulikus kalapács, gyerekek, ez konkrétan egy ilyen nem légkalapács, hanem hidraulikus, ugye? Nem levegővel működik, hanem akkor ezek szerint hidraulikával, tehát valamilyen folyadékkal. Hidro, mint folyadék. Ez a belső rézet, ez nagyon adja, nagyon bírom. Azt a betyár ennek aztán ez fordul, mint az Isten nyira. És ki kell nyitni, várjátok, ezt majd megnézzük mindjárt. Hol kell bemennem? Itt elvileg balra valahol be tudnék még menni. Így fölnyársalom ezt a időt. Bőrdát. Hát most... Aha. Azért ez... Jó, hát ez előzött. Én még be tudok menni. Ja, tök jó belső nézet, szép. Van már olyan mód, hogy tudod állítani ugye, hogy milyen pozícióban legyen. Azt hiszem, hogy nem tudom, hogy lehet, hogy... Mint hogyha nem olyan emlékez. Na, itt vannak a kühiek. És akkor most ez a mi az anyámmal legát csinálok, gyerekek? Mit csinálnak ez a kalapács? Azt nem mondjátok, ez a szétköver, nem? Vagy mi van ezzel? Ezek ilyen kicsi kövek, te. Kőszerés terület 68. Ezzel mire megyek ezzel, gyerekek? Jó. Na jó. Ezt ennyit tudsz vele csinálni. B. Nehogy már legyen a kis kűvieket kiköz. Gyerekek, ez nem ez kölcsön. Valami belekeveredtem én, vagy mit műveltem? Gyerekek, azt mondjátok, hogy nem jó területed, vagy nem jó munkád vállaltam el most. Az éppen aktuális munkám az megye. Aktív munka, itt van. Ja, az meg kettő, de izénk van. Nagyon ügyes vagy a keeper, komolyan mondom. Azért, mert kettő darabot vettünk föl. A hülye keeper kettőt vett fel, azért van kapásból baki. És ez hova kell menni? Vagy valami is, nincs esetleg, hogy izé, hogy valamit megmutassa? A 18-as terület föl a gyerekek. Azért, ez most sikerült, várja, akkor ezt csukjuk be, megállítsuk meg. És akkor 18-as terület fölé mehetünk, mint a nyüvek. Hát remélem, hogy nincsen messze, nincs a tököm túl. Metni. Ott van egy nagy kűj, azt kell megcsinálni. Hogy kell oda, hogy jussak el oda, bassza? Nincsen valami a más opció? Forgalmasok helyen, termőföldek, igen, feladat létrehozása. Ja. Cél beállítása. Nem. Szeretnék beszállni. Ja, mert benne vagyok. Kíváncsi vagyok, hogy megy a GPS, mert ugye most azt csináltam meg, hogy tudom egyébként, hogy volt GPS már mint ilyen útvonalra tudtad küldeni már a 22-ben is a munkást, vagy a járművet. De kíváncsi vagyok, hogy ez hogy fogja megvalósítani. Hát ez megy tökön babonát, úgy láttam. Ez jó, bocsánat, gyerekek, kicsit ilyen tökölésen vagyunk. Tökölés van, meg kell ismerni jobban az irányítást. Ugye tök jó egyébként, ott volt egy busztábla, és akkor itt áll meg a busz megállóba. Az meg mi az, egy golf variant? Az volt már az ezelőtti részben is. Itt meg van a busz megálló, ilyen bádokból van, he. Alumóniumból.
Oké, hát ezzel nem olyan gyorsan fogunk eljutni A-ból B-be, de addig esetleg akkor megnézhetjük, hogy mi a szituáció itt. Ja, mert bocsánat, ezt megidejtem, tűrültem ott veled ott, ott mi? Várja? Csináljuk már meg ezt. Ennyi maradt vissza, én meg itt idejtem. Föladattam vele szerencsétlennel. Ja, hát ennyi volt vissza. Jó, oké. Legalább ez a terület megvan, akkor ne kellhatnánk aratni is, meg mindent is csinálni. A srácok. Meg tudjátok, valamire nagyon kíváncsi vagyok, és azt is mindenképpen meg akartam nézni. Hopp, itt az ilyen forgásokat a izébe csinálta. Területen kívül. Ez a füves rész is az enyém, ugye? Jó, nem van verve ennek, már örülünk. Egy dolgot meg akarok nézni. Egy nagyon érdekes dolgot. Tök kicsi ez a kis gazdaság, de tök kis aranyos tetszik. Valahova le kéne, félre kéne állni. És nem tudom, hogy van-e sterimónk. Mindjárt megnézzük. Elvileg az itt hol van a garázsból lévő cuccaink? Egyebek. Hol van az, hogy garázs? Hol van az, ami nekem megvan? Márkák, de hol van az? Járművek. Kellene lenni egy olyannak, hogy előző, következő... Hum vagy. Ruhatár építkezés, termőföldi járművek. Aha. Kézi eszközök. Pénzügyek, statisztikák. Jó, hát figyeljetek, inkább veszünk egyet, az a biztos. Sterimóra vagyok kíváncsi, mert képzeljétek, hogy van a Sterimónak egy új funkciója, ami szerintem biztos, hogy nagyon fog tetszeni, csak az Isten nem fogom tudni megtalálni, amely ismerem magam. Hát valószínűleg, hogy valami... Az lehet, hogy én lerakható elemeknél van? Jaj. Gyerekek, ne haragudjatok! Körítem most tükörésznyi. Silók, silóbővítmények, építető elemek. Konténer, ez mi? Vízlelőhely. Jó. Ez ilyen elektromos töltő, ugye? Mik vannak itt gyerekek? Időjárás állomás. Tök jó időjárás állomás van. Nagyon tetszik. Farmházak. Gyárak. Szarvasmarhák. Kerítések. Fények. Egyebek. Hát sem a sterimót nem tudom megtalálni. Istennek se hallod. Ez így kemény lesz. Mégis csak itt van valahol. Gépeknél. Azért gondolom, hogy a gépeknél... Megmondom őszintén, mert meg fogjátok látni. Mert most már... Már most már képzeljétek el, hogy ez 7 km per órával tudsz vele menni. Egyébként ez lett volna a menne. Olyén. És a boltba tudod átvenni. Ez nagyon izgalmas. Várjátok, annyi meg kéne nézni, hogy ez halad. Ez halad. Jó. Milyen messzi vagyunk? Nem sokára odaér. Úgy látom szépen eljutott. Úgyhogy nem lesz vele gond. Bocs, hogy itt... pattogunk, mint... Nyúlszor a deszkán. Gyerekek, nem lehet beleugratni? Mondja, elmegyünk a boltba, itt van egyébként. Szembe. Mert elvileg ebben már be lehet ülni. Képzeljétek. És ezzel már tudsz menni, és ez szerintem tök élethű. Mert ugye... odébb lehet tolni. Gyakorlatilag úgy működik, mint egy talicska. És szerintem ez... Láncsa kézbevétele. Ah, és igen. És tudod tolni. Ez szerintem ez rohadt jó feature. Hát a valóságban is így van, hogy ezt a sterimons cuccot, ezt tudod tolni. Ez nekem nagyon bejön. Mindjárt nézzük megint egy olyan dolgot, hogy... Igen. Ezt látjátok? Ez az animáció, ez nem nagyon megy neki. Ha kettővel tolod, akkor már jó. Jó, hát nem gondoltuk arra, hogy valahogy is egyel akarja tolni ezeket a dolgokat. Átoljuk az úton. Elnézést! Hölgyem, bocsánat, én... Van belső nézetünk, beszarsz neki, hallod. Te... Álljon meg, hölgyem! Mindjárt! Jó napot kívánok! Csókolom! Csinkhang, csunkhang! Jó, ez. Ez nagyon izé volt, nem? Nagyon rasszista volt, nem csak egy hülye vicc volt. És porzik utána a talaj, beszarsz neki. Nagyon jó.
És a fák között, ahogy ilyen köd vagy por van, akkor a, látszanak a, ezek a... Jaj, gyerekek, csomó mindent akarok csinálni, arra ugyatok. Nagyon be vagyok, be vagyunk pörögve. Belső külső nézet között pont van kérdés. Na, a keréknyomok... Aha, vannak hatással, nézd! Van hatással, szépen beleesik a keréknyomba. Oda néz, oda néz. Nem csak grafika, hanem rendesen működik. Működik, jól van, ezt leteszteltük, gyerekek, ezt. És ez is hogy keréknyomokat? Ilyen piciket? Van, és rendesen kívül kell belőle tolni. Ó, hát ez nagyon jó, gyerekek. Le a kalappal, le a kalappal. Én nagyon féltem attól, hogy ezek a keréknyomok csak ilyen statikus grafikai elemekként fognak megjelenni. Na várj, és akkor ezt elengeded, és akkor meg tudod fogni. És akkor... a víz, elvileg a vizes traktor az ilyen iszonyat jól néz ki. Most erre nagyon kíváncsi vagyok, most ezt lemossuk, jó? Ez mindjárt kiderül. Próbál, aha. Ha nagyon messze mész, akkor ugye... Akkor írja, hogy hány másodpercre való... Jó. Mindjárt megnézzük ezt a gépet. A fénybe, amikor le van mosva, azt a jó néz ki, ez ha. Várjál. Aha, ilyen vízcsöppek vannak rajta, oda nézzél testvérem. Figyeld, itt ez nagyon jól látszik. Hát azért ez jól néz ki. Ez azért, ilyennel kipört meg lehet venni kilóra. Ilyennel, ugye? Ilyen a képet meg lehet venni. Kiról tudjátok, mire lennék kíváncsi? Nyomok egy lámpát. És akkor így, hogyha... nem marad bekapcsolva. Nagyon kíváncsi lettem volna, hogy a vízpermet, az a lámpa fényénél az hogy látszik. Ja, manuál startmódot, ugye, bekapcsolnám, akkor lehetne. Ja, ez csinos gyerekek. Tök jó, hogy vizes. Tetszik. Oké, ez szerintem ez egy nagyon jó feature, hogy így lehet tologatni. Meg legalább kiderült az is számunkra, hogy ezek a keréknyomok, ezek megmaradnak, plusz tényleg fizikailag hatnak különböző járművekre. Tehát rendesen be tudod tolni. Most képzeljétek, egy... jó, és ez csak egy ilyen kavicsos terület, és onnan nézzél. Ez rohadt jó, nézd meg. Hát rendesen megmarad. Figyeld. Szép, jó, nem gyerekek? Jó, jól működik, ez egy jó dolog. Kurva jó. Na. Meg is érkeztünk ide. Olyan jó nagy kűjét kéne szétcsapni, de hol van az a jó nagy kűj? Nem álltan egy 9-es gombot nyomni, aztán akkor látnánk is valamit. Itt elvileg van valami nagy kő. Még jó, hogy más rossz helyre mentünk mi. A testvérem, hol van itt kő? Azok a nagy kövek? Hát ez derék testvú. Hát át kell mennem még itt a patakon is. Nem ragadunk bele, figyeld. Aha, meg vannak jelölve. Hú, hát ez tök jó. Meg a náras. Nárosan átkeltünk. Na figyelj, nyomunk egy X-et. Meg egy B-t. Akkor ilyenkor... Oh! Nem mondod! Hallod? Jó, oké, eltűnik meg minden, de most hogy oldják meg, de ez nagyon jó. Nagyon jó cumó. Hát? Gyerekek! Ez nagyon jó, ezt nagyon élvezem. Én imádom az ilyen dolgot. Ott a gólya fönn a kéményen, figyelj el. Hát ez nagyon coolos. Ezt már most érdemes volt megpróbálni. Jó, a kőszerést egyébként lehet, hogy droppolom, mert annyira nem érdekel. Inkább a favágás, gyerekek, azzal fogunk foglalatoskodni. Hmm.
Imádom az ilyen melókat. Még van 3 darab. Tök jó, le van animálva, mozog az a valami. Mármint az a véső szerkezet. Van egy ilyen effektje, amikor összetörted. Nem vagyok nyugodt, de komolyan mondom, most elhallgattam egy kicsit. Ezt észreveszitek. Én bírom az ilyeneket. Ilyenekkel, gyerekek. Jó páran írták ugye, hogy nem túl sok mindennel több, mint a Farming Simulator 22, hát szerintem több, szerintem jobb. Nekem nagyon tetszik. Ja, arra akartam kitérni, hogy írt egy srác ugye, hogy az RTX 3090-jén megreceg néha, ami nagyon fura. Nem tudom, hogy az engine problémája. Ő 2K-ba próbálta futtatni, nekem csak sima Full HD-ben van, nyilván változik, de nekem közel sincs 3090 RTX-em. Na, ez visz, megvizesk. Ja, kőszerés van. Ez meg is van ilyenkor? Nem is figyeltem, basszus, várjál már. Ilyenkor mit kell, vissza kell vinnem, vagy mi van? Nem emlékszem ezekre a dolgokra, oda nagy. Nagy hőizött gyerekek. Aktív, befejezve, és akkor mi van? Begyűjtés. És gondolom akkor ki is ugrott a Word-a. Jó. Akkor azt a kőszeréses dolgot szerintem én ezt eldobom. Ez annyira nem érdekes, elvetés. Igen, törölve. Köszönöm, bocsánat. De ez miért nem törli? Ugye ezt azért nem törli, mert ez... Aha, mi történik? Mi folyik egy gyöngyösen? Ez törölve. Ja, és törölve, és akkor itt maradt? Jó, oké. Okay. Nézzük újat. Van faszállításunk. A faszállítás is érdekel, gyerekek. Csináljuk már meg, próbáljuk már meg. Új gépeket próbálhatunk ki, új munkákat tudunk vállalni. Hát mondjuk ettől. Jó. Gyerekek, ennek van egy ilyen plusz nézete itt fönt. Ez nagyon érdekes. Volt egy harmadik nézet. Na, és akkor hova kell mennem? Aktív. 105-ös föld. Oda kellene menni. Szállíts fel, hogy az a fizetésé. Ugye arra, hogy ne sérüljenek meg, mert az esetleg károkat levonják a fizetésből. Oké, de oda kell vinnem. De honnan? Ne haragudj meg. Ez a déli fűrész. Mondom, ez volt az. Az a fonóüzem, basszus. Ez volt az. Nem a cementgyár. Gyerekek, az a nagy problém. Jó, hát oda megyünk. Azzal nincs probléma, hogy oda megyünk, de olyan túrot kell csinálni. Mert hát az nincs rajtunk. Mi lenne, hogyha el akarnék ütni egy gyalogost? Annyira ellenemre van. De lehet, hogy megpróbálom ilyen kis szolidan, jó? Megnézzük, hogy... Átmész rajt, jó. Azért meg van csinálva, hogy ne az legyen, hogy GTA feelinget próbál itt erőltetni, hogy ütöd el a gyalogosokat. Nincs egy kis gép. Milyen jó, mozog még az ülés is benne, haj. Kis fénycsihez gyerekek, arra kellene menni, ugye? Stop táblánál megálljunk? Figyelj, megállok a stop táblánál, akkor csak nem erőz, nem. Nem előz. Azt hittem, hogy előz. Elkezd szabálytalankodni. De egy ilyet. Oké. Milyen jó kis postoládák vannak. Tök kellemes egyébként. Nagyon, nagyon jó hangulat. Azt hiszem Zsolt sem ő írta, hogy... Ugye hasonló az építkezési stílus ugye ezekben a KGST országokban. És nyilván, igen. Vannak bizonyos jegyek, amik egyes országokra vonatkoznak, de azért nagyjából igen, nagyjából egyforma. Hát fát kell szállítani, de honnan az anyám balagából? Faszállítás, 0%. Hát nem megyünk oda, ahova köl,
Aztán mutassa, aztán meglássuk, hogy mi fog történni, gyerekek. Még ezért kellene egyébként még Trafipax, komolyan mondom, az még így adna. Na, oszt akkor ide kell a gyűni. Ide kell a gyűni, hát akkor bemegyünk szépen okosba. Jó. Hiszek én neked, hiszek én neked. De hát itt ez lerakási pont, gyerekek. Hát honnan vegyek? Honnan kellene vennem fát? Faszállítás. Mert ez lerakási pont. Én nem boldog vagyok ettől. Állunk itt, mint ló, tudjátok mi a lakodalomba. Nem tudjuk, hogy mi a szituáció. Hát, figyelj, mit mond a küldetés? Annyit mond a küldetés nekünk itt, gyerekek, hogy szállíts fákat a déli fűrészmalomhoz a fizetésért. Ügyelj arra, hogy ne sérüljenek meg, mert az esetleges károkat levonják a fizetésből. Kösz! 9 fát kell hozni, most akkor ezt saját fából kellene hozni, vagy lopjak a izébe, szomszédéből, vagy mi legyen. Várjatok, akkor nézzük meg azt, kíváncsi vagyok arra. Ó, várjál már! Akkor ezt lehet, hogy úgy kellene csinálni, hogy először meg kellene lépni, ugye van nekünk ilyen, hogy favágós küldetés. Volt itt, igen, ez. Úgyhogy akkor lehet, hogy ezt megcsinálják tárgyak kölcsönzése. Oké. És akkor megbízás elfogadása. Ne! Ne! Nem, ez volt a baj. Mert ugye ezzel egyből el is fogadod. Igen, rájöttem. Rájöttem, hogy akkor már másikra kattintottam. Jól van. Igen, oké. Fákat kell kivágni, gyerekek. Ezzel a rémálommal. Bocsánat, tényleg próbálom. 106-os területről. 106-os területről. Ezen a területen sok a hord, és egész a tulajnak, és vágd ki az összes elhalfát. Minden fa már meg van jelölve. Ezt követően értékesítheted. Oké. A 106-os területre akkor menjünk ki. Ez van, hogy itt lesz nagyon messze. Jó, nem baj. Csak megjelölöm, hogy nagyjából tudjam, merre kell menni. 1 kilométer, annyira nem veszélyes. Hú, hát azért ez egy belső nézetben, ez elég brutál. Ezt egy picit fölemelem. Mondjuk ilyen gépeket én gyanítom, hogy izőbe kellene. Ugye úgy kellene szállítani trailerrel. Mert amire ezzel odaérek, arra lemegy a nap, meg igazából nem is nagyon szabadna. Nem menjünk, nem tudom. Fűreken, tökön babonát, minden, nem menjünk. Nem hiszem, hogy úgy kéne. Lesz valami út talán balra majd. Most meg akarom nézni ezeket a különböző bérmunkákat, hogy miket lehetne elvállalni, hogy működnek ezek a gépek. Úgyhogy azzal foglalkozunk. Meg lehet, hogy learatjuk ezt a területet. Ugye, hát eddig eléggé minuszosok vagyunk. Annak ellenére, hogy már dolgoztunk. Na, itt el lehetne menni valamelyre. Na, ez a gép, ez valószínűleg eléggé durva nyomokat hagyna. Főleg a felázott területen. Lehet, hogy az a baj, hogy ez még mindig egy ilyen teszt videóként élem meg. Tesztelgetném a dolgokat. De hát igazából gameplay alatt is tudnánk tesztelni. Jók ezek a keréknyomok, tök tetszenek. Bár nem tudom, hogy itt is 3D-se. Nem, itt nem. De! De. Az, mondom, biztos izé itt nem 3D, hanem csak ilyen 2D, de nem, jó néznek ki. Tetszik, gyerekek, tök frankó. A keményebb talajon is azért hagy ilyen 3D-s keréknyomot. Gyakorlatilag nem keréknyomot, hanem így
belelapul a kerék a földbe. Úgyhogy nem csak egy ilyen textúrát vagy, nem csak egy mintázatot vagy rajt. Úgy gyerekek, itt vannak nagy fődeke. Ezt így mindent összeszántani, azt csácsomi, ugye? Az kellene gyerekek, az kellene! Oké. Okay. Gépi segít. Gép. Ugrás, felállt, létrehozása. Célpozíció. Yeah. Oké. Okay. Yeah. Kellemesek ezek a kis szervizutak, vagy ilyen földes útak. Nekik tetszenek. Ez mi ott? Az egy patak? Mert a patak, akkor megyünk bele mi ezerrel. Mi ez ilyen? Árok? Nem, csak egy árok. Szerű valami. Aha. Fa? Mennyire? Aha. Ezért karméretű fa az, ami mindig megfogja a legnagyobb 20 tonnás gépet is. Nyilván. Egyébként ugye nyilván az engine-nek megvannak a határai. Ez igazából nem arra van kitalálva, hogy ilyen nagyon bonyolult fizikai számolások végződjenek a háttérbe. Ez nem egy ilyen Hawk engine, amelyik tényleg arra van többek között optimalizálva, hogy 1000 darab nagyon részletesen kifinomultan működő tárgy, vagy tárgynak a fizikája kölcsönhatásban legyen egymással, hanem ezt egy gyakorlatilag még mindig ugye a régi farming szimulátorokból hozott engine tovább fejlesztett verziója, amiről ugye beszélgettünk már nagyon sokat, hogy valószínű akkor lenne leginkább egy hatalmas előrelépés ugye a farming szimulátorok részekbe, hogyha ezt az engine-t lecserélnék, ha ezt mernék lecserélni, csak ugye ezt mernék lecserélni, akkor bukják valószínűleg azt a hatalmas nagy modern tábort, akik ugye készítik a modokat. Jó. Ez egy patak volt. Vizes sáros, nem lesz tőle a kerék. Sajnos mindig óhatatlanul is én már fejbe is, még ha nem is mondom ki, hasonlítom az engine-t, és nem a grafikára gondolok kizárólag, hanem a fizikára, a SnowRunnerhez. És tudom, hogy nem szabad, és tudom, hogy ezt mindig felhozzátok, hogy hát ez nem ugyanaz, hogy az máshogy működik, meg minden, de akkor is mindig van egy kicsi tüske a szívembe, amikor eszembe jut az a játék. Na már, akkor most mi van? Nekünk be kéne mennünk az erdőbe, ugye? De valószínűleg ezen a fatelepen keresztül megyünk az erdőbe be. Nem akarok átmenni tökön babon, hanem így valamennyire akkurátusan kellene közlekednünk. Nyilván tökéletes megoldás az lett volna, hogyha ezt kihozzuk egy trélerem. Csak sajnos nagyon lehetőségünk nincs rá, bérelhettünk volna, tudom. Egyébként a látótávolság tök jó, és azt veszem észre, hogy a távoli dolgok azok tök jó el vannak mosva. Meg egy dolog, ami még nagyon-nagyon-nagyon tetszik ebben a farming szimulátorban, hogy a mapnak nem érzed a végét, hanem a távolba úgy vannak megcsinálva a dolgok, hogy ilyen, mint hogyha egy nagy dombok lennének. Úgy tudom elmagyarázni, mint amikor a World of Tanks-be bekerült, hogy a mapok körül van táj. Vannak hegyek, dombok, mondjuk távol látod az óceánt, és itt is úgy van megcsinálva, hogy konkrétan a mapnak nem egy ilyen, nem úgy van vége, hogy na itt le van vágva egy erdősávval, mint a régebbi farming szimulátorokban, hanem ide nézzetek, itt egy csávó. És mik vannak itt? Jó, gyerekek, hát
Valahogy be kéne menünk az erdőbe. És ez csávó, nem tudom, mit lehet vele beszélni. Hello! Jaj, ez az egy cingár bajszú, bazzak. Akkor a munkákat úgy is föl lehet venni, hogy konkrétan oda jössz egy emberhez? Uh-huh. Ez lehet, hogy a munkákat, mert szerintem ettől vettük fel konkrétan a melót. Akkor úgyis... úgyis fel tudod venni, hogy elmész bizonyos kijelölt helyekre, és akkor manuálisan felveszed. Ez tök jó. Eddig azt írta ugye a küldetés, hogy megvannak jelölve azok a fák, azok a holdfák, amiket ki kell vágnunk. Hát kíváncsi leszek, hogy ez hogy van megjelölve. Itt keresketnem kell, hogy melyik önként vannak megjelölve, vagy hogy van ez? Gyerekek, mondjatok valamit! Hogy lesz megjelölve itt a fák? Egész jó az erdő, tetszik. Na, hogy csin facsiga, ez hogy lesz? Ó, itt lesznek szerintem, de most arra vagyok kíváncsi. Én megnézem ezeket a fákat. Elvileg meg vannak jelölve, azt mondja. Fatípus holdfa. Ó, oda nézzél! Meg van jelölve, hogy melyik az X-es. Hogy melyik a felkiáltójeles, hogy az... Baszett, de nagyon jól néz ki, hogy... vágjad ki, tesó. Ugye? Mondjuk fel is lehet megismerni. Ez a kettő? Három? Ott is van? Jó, oké, vágjuk ki őket. Ez jó. Jó, ez tetszik. Látszik, hogy dolgoztak a dolgokon. Ezt hogy kell használnom? Arra jó lenne rájönni. Ez csak ennyi, hogy... Nem kéne valahogy... Aha, de neki lehet nyitni. Aha. Mindjárt álljon a keeper, hogy hogyan. Hogyan kell kinyitni? Előre hátra dönt. Föl leemel. Hogy a vakba kell ezt? Mert neki ki kéne nyílnia ez a... Ki kellene nyílnia? Ami megfogja, de hát... És én vagyok ilyen béna. Mondjuk egy bét. Aha, hát ez kinyílik így. Uh-huh. Jó, oké, hát én hiszek neki. Hát figyelj, neki visszük be, de egy tort az anyjának, azt lesz valami, nem srácok? De automatikusan el fogja nekem kapni. Úgy, ne a ruszki módszerre vágjuk, hogy méter magasan, hanem így. Van ilyen TikToker, aki ezt csinálja, hogy rá van kapcsolva a kamera oda, és akkor ezt látod, hogy ahogy vág. Ja, hogy ezt megfogja automat. Automatice. Aha, ez nagyon jó. Oké. Fák kiengedése, van egy külön funkció rá, de egyébként ez nem kicsi. És ez hova kellene vinnem? Ja, csak ki kell vágnom. 50%-a már megvan a fáknak. Ha valahol azért, nem tudom, olyan helyre kéne kiraknom, ami nekünk jó lesz. Jó, ide rakom. Egye fele. Úgy nagyon durva ez a gép, hogy így egy ilyen fával így tudunk közlekedni, ez nagyon tetszik. Mindjárt kidurrancsuk ezt is. Kivágjam ide, méter magasan? Nem, lejjebb visszük, okosba figyeld. Kapd el! Kapd el, tesó! Nem kapta el, bazze. Nem az igazi, ahogy fogja rá. Figyelj, egy helyre kellene pakolnom akkor már, nem? Legalább annyit megtehetnék, hogyha már itten dolgozok ezen a gépe. Na. Úgy. Dűjjél el! Ne arra dűjjél, tettesó! Jaj! Nem sikerült. Na, szedjünk még.
28%. És mivel fogom ezt elvinni? Lehet, hogy ide kellene hoznom majd ezt a gépet. Tudjátok mit? Álljunk meg, használjuk meg akkor ezeket a dolgokat, amit egyszer mondnak nekünk ilyenek. Jó, mentsd el, szépen, oké. Annyit akartam. Van az ki a járművet. Ugye nekünk van itt egy olyan járművünk. Elvileg valahogy. Nem tudom azt itt. Igen. Célbeállítás, és akkor megmondjuk neki, hogy te sókám, gyere ide. Mondjuk ide. Arra nézzé. Oké. Okay. És akkor elvileg ezt hozza, de mindjárt beleugrok. Hát... Lehet, hogy mégse. Lehet, hogy innen kijárok, lehet, hogy ez azért nem úgy kellene, hogy ide be vagyok szorulva. Úgyhogy ez még jó, hogy ránéztem. Az üléstől jó sokat látok így. Hogy kitolatott a képer, he? Na nézzük, hogy... Igen. Célbeállítás, és akkor most már talán egyen jobban fog működni. Figyelj, gyere ide erre a földes útra, itt a koma. Arra nézzél. És ezt miért nem akar gyűni? Miért ír valamit? Hogy nem sikerül, vagy nem tudom. Akkor gyere ide. Ezt is a célhoz. Most megindult, mint a tavasz virágok. Földes úton nem akart közlekedni. Az erdőben nem akart bejönni a gyerekek. Hát szomorú. Jó. Ez mi? Oké. Okay. Jó, hát úgy látom, hogy jön. Tökön babonát minden. Nem most bejön egy ilyen udvarra? Gratulálok. Pihelitek? Hát mit csinálsz, testvérem? Hát mondjuk miért nem, mi? Azt a böttyár ugratott egyet, hallod? Ez nem kis pálya, nem kiméri a gépet. Jó munka erről. Csipőretet kézzel vedett, ne viccelj. Na, jó, nem ökörködünk. Vágjuk tovább a fát, mert dolgunk van nagy. Közben itt ki kellene csapni a fákat. Viszont ez a GPS-t én nagyon nem szoktam használni. Ez nem rossz dolog. Nyomni kell neki, hogy ezt akkor el tudja kapni. Egymás hegyére, hátára, ide szórom a fákat. Viszont ezt a kis cserjét ki kellene vágnom, hallod? Á, nem vágom ki. Á, rettenetes helyen van. Hol van még ilyen holdfa? Láttok holdfa, gyerekek? Hú, ne holdfa! De nagyon nem látom. Ott van a... Kivágok olyat, kivágok mindent, hallod? Akkor lehet lenne bünti, mi? Ez meg van jelölve, de direkt riktig a túlfelű jelölték meg, nem gyerekek? Azért most... ez megint nem sikerült, jó van tesó. Szerencsétlen. De egyébként érdekes, hogy ilyenkor, amikor nem sikerül, akkor is így hozzá ragadj. Úgyhogy gondolják a készítők, hogy ha már olyan béna voltál, hogy nem tudtad megfogni, akkor legalább segítünk annyival. Hozzá ragad. Várj, hát ezt tudom dönteni. Ja, hát ezt így tudom azt csinálni, hogy lefektetem a fát. És akkor úgy, áj, de hülye vagy képer, nem csak úgy le kell dobni. Ez nagyon béna voltam. Bocsánat, bocsánat! Megérek bocsánatot kérni a sok hülyeségem. 57%-on vagyunk a faügybe. Ilyen kiszállok, azt körülnézek, mert igazából lehet, hogy többet látok, így azért egyel, mint hogyha kavargok itt az erdőbe egy ilyen horaj nagy géppel. Valaki meg gyorsul egy
Izével gyorsasági motorra nem hallottátok? Olyan hang volt. Mint hogyha távolba így valaki húzatta volna neki. Honnan anyám? Ott van egy holtfa. Gyerekek, hát micsoda munkába vagyunk itt. Johnny-val mi? 90 méter távolságra legyél a géptől, azt írja. Ezért, ja. Eldől egy ilyen nagy fa. Túl érdekes. Ott is van kettő darab. Nem megyünk arra azért a kettőért. Tök jó, hogy vannak ilyen bokrok. Nem is emlékszem, hogy ennyire ilyen, ilyen volt az aljnövényzet. Szanaszét fikáztam szerencsétlen Farming Simulator 25-öt akkor, amikor még mielőtt megjelent. Most meg itt tüzelő vagyok, oda vagyok érte. Meg vissza. Ugye oda viszem. Ezt akkor egy helyen lesz mind. Ez hány darab fa lesz? Arra vagyok kíváncsi, végén még pont 9 lesz. És tényleg úgy van, hogy el kell vinni a... ezeket a fákat leadni. És akkor figyelj, ilyenkor meg ennyit tud kell csinálni csak. Hoppá. Ez a szevasz. Ugye? Lehet volna először is eszem. Viszont ez, hogy meg vannak jelölve, ez is egy rohadt jó dolog. Szerintem az erdőgazdálkodás valamennyire változhatott. Annak majd utána kellene nézni. Mert nagyon érdekes, hogy... hogy van jelölő spray, meg látod, vannak ezek a holdfák, és hogy lehet, hogy van a fáknak valamilyen élet ciklusa. Az erdőgazdálkodás nem csak arról szól, hogy egy méterenként ültetsz fát, aztán utána darálod őket, mint a bolond, hanem talán egy kicsit realisztikusabb lett. Ott van benne még egy. Ezek a bokrok nagyon jók. Ugye a mulcskészítővel elvileg a bokrokat lehet darálni ezután, nem csak a tuskókat. Meg ezek a munkák az NPC-knél lehet, hogy egymásra épülnek valamilyen szinten. Aminek megint tudnék örülni. Tökéletes gyerekek, tökéletes. Ilyenkor ki is kapcsolom a pengét. Ha tuskót fogok marni, akkor meg úgy érzem magam, mint a penge, tudjátok, a penge filmre. Saját társaimra fogok vadászni, a tuskókra. Ura vicces volt a képernyő. Na jó, akkor elvileg megvan, ugye? Ez meg is van ez a küldetés. És ilyenkor szerintem ezt adhatnám is le, ugye? Begyűjtés, igen. Oké, és akkor ilyenkor... a faszállítás ugye működne, 9 darab fát, és én biztos vagyok benne, hogy... nem bazza. Nem, mert ezek eltűnnek. De akkor a faszállítás, ezt nem tudom pontosan, hogy lehet megoldani. És közben meg is érkeztünk. Jaj! Igen, ez a következő feladat, onnan tudunk fát szállítani. Itt van, pont innen tudunk. Kicsit jobban kellene talán figyelnem. Ezt akkor hamarabb rájönnék. Innen kell vinni a fát. Innen, itt van. Oh, nagyon jó, nagyon jó. Na gyerekek, forduljunk meg valahol, tök jók ezek az erdős részek. Ilyen kis szellősebbek, nem? Na, megpróbáljuk ezt megrakni. Körülbelül nem használtam ilyet, nem is tudom mióta. Jó. Oké. Mik vannak itt? Feszítővek. Ezeket ki lehet ezt nyitni valahogy? Aha, ki lehet nyitni. Ennyi. Jó, oké. Akkor próbálkozzunk meg vele. Nagyon régen csináltam, úgyhogy... elnézést kérek, hogyha olyan bénázás lesz. És akkor most már tudom, hogy... nem.
Jelnézést, hogyha bénázik a keeper. Egyesével, amire fölmókolom. 9 darab föl fog erre fél? Hát nem is fél föl, ami. Ez egy nem is olyan egyszerű föladat lesz. Ja, meg hát ugye egyesével fogom tudni ezt felrakni. Látom, gondolom nincs autoload. Hogy lenne? A rakodáshoz át tudok ide, ez rohadt jó, ez nagyon, ez megint megvettek. Át tudok fordítani, ugye? És akkor már is látok hátrafele, ami megint egy epikus. Epik jó cusz gyerekek. Ezek mind nagyon jó dolgok. És kérlek, ne higgyétek azt, hogy én... Nem a saját véleményemet mondom, hanem tudom... Megvettek kilóra vagy akármire, ez... Ez jó, ez jó. Gyerekek, ez ilyen jó nehéz. Azt a bőtjár, hát lehet, hogy egy kicsit jobban a közepét kellene volna megfogni, ennél jobban majd figyelünk rá egy picit. Viszont jól néz ki, ezek a rönkök is ilyen tök élethűek. Élethűbb az egész. Próbálom följebb emelni. Hát amire ezt megrakom, srácok, arra biztos, hogy lemegy a lamp. Viszont nem rossz, hát... Ezért egy külső nézetben lehet, hogy egyel könnyebb. Megy a vonat, kellemes. Tiszta kellemes látszok. Mehetünk lefele. Az. Megy ez, csak böszme sokáig tartana. Én még mindig egy csomó dologra kíváncsi vagyok, úgyhogy ne haragudjatok meg. De most kicsit kiszállunk. Ja, jobban néznek ki ezek a rönkök, tök jó. 5 méter, ott van a tömege. Ugye? 648 kg egy darab, tök jó. Hát ez nem kis pályák. Szerintem egyébként fölférhet a 9. Jó. Fölférhet a 9, csak meg akarok nézni még új dolgokat, úgyhogy ne haragudjatok rám, hogy ez törölve van. Ez nem fog eltűnni, vagy valami? Begyűjtés, jó? Ja, kell nyomni egy begyűjtést rajta, oké. Okay. Nézzük még munkákat, milyen lehetőségek vannak. Kapálás, szintén kapálás, permetezés, trágyázás. Szintén trágyázás. Sajnos még nincsen, de majd lehet, hogy belepörgetünk az időbe, gyerekek. Ezzel még fogunk foglalatoskodni. Csak nem akarom, hogy az egész gameplay erről szólja most. Tudom, lehet azt mondjátok, hogy jaj, belefogok mindenbe, de... menjünk egy kicsit aratni. És valamire megint kíváncsi vagyok, és megint meg fogjuk próbálni. Nem, én fogok aratni, gyerekek. Ne az legyen, hogy mindig... Na, megpróbálom megmutatni, hogy milyen az aratáskor a forgózás. Ugye, meg is tudnánk nézni. Ugye itt úgy működik, hogy mindig először, és tényleg megpróbálom megmutatni szakszerűen, hogy hogy van az aratás, hogyha forgókat használunk szakszerűen, jó? Srácok. Na, a lényeg az, hogy szépen okosba körbe húzzuk a földet. Így. Ilyen helyen ugye kimegyünk, és a gépi munkás az sajnos nem ezt csinálta, pedig a forgó, ó, milyen jó szépen tolta, láttátok a vágóasztal oldala, mi ez, búzát.
És ugye így szépen, orr nélkül, hogy kimenni a földről, körbe tudod húzni, és ezt legalább egy kétszer érdemes megcsinálni. De mindjárt mutatom. Ja, jó pici ez a traktor, úgyhogy mindjárt jövünk egy pótkocsival. Aztán legalább valami pénzt keresünk, de lehet, hogy silóba eltáraljuk, aztán majd megnézzük, hogy mennek az árak. Ugye Farming Simulator 22 óta inkább érdemesebb termelési láncokba gondolkodni, tehát ugye nem csak egyből eladni mondjuk a búzát, hanem abból valamit készíteni, meg mindenféle terményt így terméről így gondolkodni, hogy egy-két dolog még eszembe jutott, amit ki kellene próbálnunk. Ugye most már vannak ilyen komplexebb zöldségtermesztési metódusok, azokat is jó lenne megnézni. Olyan dolgokat érdemes lenne megnézni, amik újdonságok. Ugye itt is szépen, konkrétan nagyon minimálisan mész ki a földről. Nem csúnya ez a játék, de... Az FUV-t nem találtam meg, hogy hol tudom állítani. Én szeretem, hogy egy kicsit ilyen halszemoptikásabb az egész, ugye? Hogyha nagyobb a látótered. Mondjuk ez sem annyira veszélyes, de nagyon érdekes, nagyon kellemes, amikor dől a búza. Láttátok, hogy milyen jól dőlt? Amikor az oldala hozzáért a vágóasztalnak. Egyébként itt felénk tüllőzésnek nevezik azt, amikor a mondjuk szántáskor ugye körbe van húzva a föld. Ez a tompa hang jó. Jó. Még egyszer körbe húzzuk. És akkor ugye tudunk oda-vissza menni a földön anélkül, hogy gyakorlatilag el kellene hagynunk a földet. A földnek a területét, a földnek a széleit, tehát nem zavar minket semmi. Nagyon egyszerű a fordulás. Arról beszéltem, hogy szakszerűen mutatom meg nektek, hogy ez hogy van. Viszont egy iszonyatosan nagy hibát elkövettem. Lehet, hogy már írjátok is. Azt, hogy a cső, ez konkrétan befele van. Nem befele kell lennie az aratatlan gabona fele, hanem ugye kifele lenne. Gyöldömos. Viszont mivel nem fog megtelleni, így akkor ilyen nagy probléma nincsen. Nézzük meg. Aha. Így elnyomja, látjátok? A vágóasztal oldala. Ugye nem az, hogy így belevág, hanem konkrétan eltolta. Ja, nincs a bálázón szerintem, úgyhogy azt lehet, hogy fogunk venni egy bálázót. Megnézzük, hogy milyen a bálázás. Ugye most már kell belevenni ilyen madzagot, idézőjelesen madzagot, hogyha bálázni akarunk, szóval nem csak úgy van, hogy ha így rántjuk a földön, aztán jó van, hanem nem kell hozzá semmi, hanem majd összeáll magától a bála, vagy nem tudom. Hú, ez tök jó, az a domb. Egy ilyen kis... a domborzat is nagyon sokat jelent. Nem szeretem az olyan mapokat, amik ilyen nagyon síkok. Koszosodik a szélvédőnk, he. Az még adná egyébként, hogyha az ilyen kombány például nem sárosodna, hanem ugye hanem ilyen porréteg kerülne rá, az tök frankó lenne. Arra még kíváncsi vagyok, hogy mennyire látszik majd az elhasználódás a gépeken. Elvileg ugye kopnak a gépek, azt hiszem a 22-ben is koptak. Tehát ugye látszott rajta, hogyha mondjuk egy hosszabb ideje használt régebbi géped van, akkor azon így meglátszottak a dolgok, hát nem tudom, hogy mennyire fog itt ez érvényesülni. Jó, és innen igazából majd azt fogjuk csinálni, hogy le is föl fogunk menni. Aztán akkor meg is vagyunk igazából az egésszel. Jó. Folyamatosan mosolyognom kell, ahogy így elnézek erre a gomon a földre. Hát rohadt jól néz ki, testvéreim. Rohadt jól néz ki. Nagyon szép.
Bírom. Ja, meg elvileg vannak ablaktörlés is. Hát srácok, hát komolyan mondom, hogy mindjárt belepörgetek az időbe. Még egy olyat nézzünk. Ez még mindig legyen egy teszt. Legyen egy teszt, lehet, hogy ki is fog jönni valami izgi map, de mondjuk lehet, hogy ezt kellene folytatni. Figyeljetek, én bele akarok pörgetni egy addig, hogy essen az eső. Úgyhogy most... és lenyillik, hallod? Ez nagyon jó, ez nagyon jó. És föl lehet menni, he! Jaj, ilyen apróságok, gyerekek! Ja, írja, hogy termél föl, messzet igényel. Jobb növekedő, tök jó. Várjatok. Belepörögetek az időbe, ezt megnézzük, hogy milyen idő várható. Az elsőre kíváncsi vagyok, milyen a sáros talaj. Meg még ráadásul. Amire még kíváncsiak voltunk, az, mindjárt mondom, csak hadd van egy, hol van egy időjárás jelentésünk, vagy nem tudom, az hol van. Itt van. Augusztus 30. Hát bazza, nem lesz eső nagyon sokáig, te. Nem? De nem, holnap reggel esni fog. Holnap reggel 6-kor esik, he. Nagyon jó. Reggel 7-kor esik. Reggel 7-kor esni fog, gyerekek. Ez tök jó, meg akkor látunk is valamit. Nagyon kíváncsi leszek, hogy milyen lesz. Mi az a graffiti, te öreg a falon? Ja, hogy le van omolva. Hát, elfogyott a izé. Nemes vakolat, vagy mi van? Ha valakire emlékeztet ez a figura. Nem tudom, ki ez. Zülek Szájer. Erre szerintem nem csiszkálni ám. Letéped az ereszt, kapsz olyat pofont. Kalap lerepül a fejedről. Komolyan mondom. Ne nézzé. Na. Mennyi idő van? 16:48. Szuper. Hoppá, megerett az eső, tesó. Nem, ez mondtátok, hogy ez jégeső. Úgyhogy ez számít csak, hogy ez... Nem akarjam ezt benézni esőnek, mert ez jégeső. Ennyi volt a jégeső. Érdekes, hogy jégesőt aztán mi jelzi előre. Hát úgy gondolom az ilyen... de jó, 5 óra, 7 óra körül. Időjárás állomás kövölni, gyerekek, azt akkor még jobban, gondolom, még jobban mutassa. Jó. Még a szelet is mutatja. Csak ne azt mondjátok, hogy nem lesz eső, mert akkor megbolondulok. Rendesen ide le kell ülnöm, azt ízok egy sört így a nap végén ide. Nem? Ugye bazzal kellett volna aludnom, nem? Nem alszunk. Jó ez nekünk. Ide leülök, azt iszok egy sörte. Na, kicsit szidrizek, remegek, mert már hideg van. Na, ide. Legubbasztok. Miért ugrik, az nagyon vicces, ilyen seggeset, nem? Most mi itt, nem? Itt nem. Csak amikor vízbe ugrasz, hé, az is meg van csinálva külön animációval. Animációval. Na. Úgy vagyunk, aki neki be van szarva. A távoli dolgok így el vannak mosódva. De szerintem ez csak éjszaka. Hogy így még jobban bemutassák, hogy sötét van és nem látsz el addig. Mert szerintem az az épület, ami ott távol volt, az eddig nem volt elmosódva nappal. És most meg ilyen extrém el van mosódva. Igen, nem, azért van elmosódva, mert mi vagyunk a fókuszban. Ó, mindjárt esik az eső, jaj, de jó. És az a baj, hogy pont sötét van, de... Dörög az ég. Esik eső! Hát ki kell menni a földekre dagonyázni, gyerekek, vagy valamit csinálni. Ez az egy... Ez az a... Ó, és igen, és van ablaktörlő. Igen. Új, és kopog az eső, álljatok meg, ezt meg kell hallgatnotok. Kopog az eső. Hol volt a hang? Itt volt. Kopog az eső. A tető.
A tarló az... Tarló, ahogy látom. Az nem nagyon állott föl. Ha mindjárt kiviszem a kultit, komolyan mondom, azt felrántom a területet, hogy lássak valamit. Elvileg én láttam... Ó, de jól. Nagyon szépen, tiszta vizes a Johnny. Láttam olyan képeket, hogy a víz így megáll ilyen tócsákba. Mindjárt... Úgyis csak tesztelünk. Mindjárt belerántok a földbe a csikot. Kíváncsi vagyok, ki akarom próbálni a... Ki akarom próbálni, hogy a tal... Így, ezt letiportuk rendesen, apám. Csináljuk a sarat. Milyen képe! Rendesen megizzad a gép. Tök jók ezek az ablaktörlők. Meg... Hanghatások nagyon jók, ahogy kopog az eső. Utána egyébként el is mondjad ez a... Ó, srácok, meg figyeld! Tiszta víz a kerék, meg ilyen sáros. A mi kerekünk még nem, mert a tarlón mentünk. Amúgy mindjárt, srácok, mindjárt. Mindjárt tesztelünk. Ugye ezt a csikot még lehúzom, aztán belemegyünk mi is a kultivált területre. Nem merek belepörgetni az időbe, mert lehet, hogy elalad az eső. De majd mindjárt belefogunk. Nos, kacok. Muszáj lesz időt pörgetni, mert pont nem látni semmit. Muszáj időt pörgetnem. Aha. Jó, vizes a gép. Úristen! Ne! Meg van telve sárral! Nem rossz. Az a baj, hogy pont ugye... És el fog állni szerintem. Nem, még nem állt el. Ja, úgy látom, hogy sárosodunk rendesen. És jól is néz ki, milyen fényes, nyálkás, nyullott sár. Várjatok, bazze, hallottok egyáltalán belőlem valamit? Nagyon hangos az egész, mint az állat. És lehet, hogy ezt szépen itt megoldottam. Ne haragudjatok. Ja, egész kellemes, élvezhető. Nem azt mondom, hogy egy snowrunner szint, viszont szerintem jól néz ki, nekem tetszik, oda nézzél. Szinte tapintható. Ó, jó ez. Elég részletes is, amikor itt közelebb mész, akkor is tök jól néz ki. Teljesen frankó. Teljesen jó, srácok, én nagyon élem.
Bírom, tetszik. Jó, oké. Meg vagyunk győzve. Meg vagyunk győzve. Még mindig csöpög egy kicsit. Most kimegyek az aszfaltra, arra még kíváncsi vagyok. Ez a talajdeformáció az nagyon kellett ennek a játéknak. Komolyan. Aha, és ilyenkor könnyebben is kitisztul a kerék, mivel ugye vizes, és ez a vizes sár, ez könnyebben kijön belőle, mint a föld. Tök jól kijött belőle, tök jól kitisztult. Ó, nagyon jól néz ki a kör a távolba eső után. Látjátok ott? Atom. Atom jó. Jó. Meg vagyok győzve, gyerekek. Nagyon tetszik. Itt is sárosodunk rendesen, látod? Földúton. Ide meg, amikor be nem ész ilyen helyre, akkor meg nagyon hamar. De nézd meg, most már nem annyira sáros, nem annyira vizes. Mert épp hogy söpög az eső. Jó, gyerekek, meg vagyok véve, akkor valószínűleg ez még ilyen teszt epizód volt, és akkor a következő részben már elkezdünk komolyabban gazdálkodni. Hát itt kipróbáltunk egy csomó új dolgot, szerintem írjátok meg a véleményeteket, hogy esetleg ti mit gondoltok róla. Tényleg érdekel, meg hogyha ötletetek bármi van, akkor nyugodtan jöhet. Tiszta vizes a traktor egyébként, esőcsöpek vannak rajta, nagyon tetszik, köszi szépen a figyelmet, sziasztok!